Első alkalommal szervezték meg szombaton a Dinnyési frissítő elnevezésű, a művészet különböző területét bemutató egynapos családi programot. A szervezők az eseményt egybekötötték két országos gyöngyfűző és hímző szakkörös táborral, ezzel is szélesítve a művészeti palettát. A templomkertbe látogatók találkozhattak nemezkészítő, bőrműves, fafaragó és hangszerkészítő szakemberekkel is. Ez egy első rendezvény, a táborosaink évek óta táboroznak, és szeretnénk közelebb hozni a laikusokhoz is ezt a tevékenységet, és természetesen ilyenkor mindent is meg lehet nézni, tehát amikor az előadás végződik, akkor újra elkezdenek alkotni a hímzők is, meg a gyöngyösök is, és őket is meg lehet tekinteni, de van itt hangszerkészítő, van itt csuhéműves, ékszerkészítő, nemezes, tehát mindenféle kézművességet, és főleg iparművészet felé hajló kézműveseket lehet itt találni. Na és azt tudtátok-e, hogy ennek a Mátyás királynak, ennek volt egy aranyszőrű báránya? A gyermekek sem unatkoztak. A délelőtt folyamán a Szabad Színház interaktív bábelőadásán az aranyszőrű bárány történetét ismerhették meg. Próbálunk egy kis frissítő hangulatot hozni ebben a nagy meleg kánikulában itt a Dinnyési templomkertbe. Aranyszőrű bárányról szóló meséket hoztunk az ide érkezőknek. Az aranyszőrű bárányt az első mesében ellopja majd egy gonosz török, ezt a gyerekek segítségével szerezzük majd vissza. A második mese során az igazmondó juhásznak a meséjével ismerkednek majd meg a gyerekek, a harmadik pedig egy kicsit interaktívabb lesz, ennek is az aranyszőrű bárányhoz lesz majd köze, különböző hangszerekkel, dalokkal, egy mesét egy aranyszőrű bárányról fogunk majd szintén elmesélni nekik. Az esemény résztvevői a délután folyamán több képzőművészeti előadáson is részt vehettek. A frissítő, az iparművészetet és a kézművességet kedvelők számára igazi ünnep volt szombaton.